Fűrész franchise gyakorlatilag kiletvéreztetve. Az első három felvonás után le lehetett volna zárni a sztorit, de túl kifizetődő üzletnek bizonyult, így tovább bonyolították a szálakat, és még négy trancsírozós szappanoperát kaptak a rajongók, melyek minősége bár megkérdőjelezhető, meg volt a maguk erénye és szórakoztató faktora. A fűrész újra játékban és a spirál címre hallgató 8. és 9. etap azonban teljesen mellékvágánynak bizonyultak, kis túlzással kukázva a sorozat szellemiségét. Mi szükség volt így egy tizedik filmre? Első blikre azt mondhatnánk, hogy semmi, egy újabb rókabőr lenyúzásán kívül, de a hatodik és hetedik részt jegyző Kevin Reutertnek erről eléggé másféle elképzelései voltak. John Kramer, azaz Jigsaw agytumorral küzdik, nincs sok ideje hátra. Megtudja, hogy létezik egy módszer, amivel a legreménytelnebb eseteket is meg lehet gyógyítani. Végre hajtják rajta a méreg drága műtétet, ám rájön, hogy a daganatot nem távolították el, szimplán átverték. Most fordult a kocka, és mindenki, aki részt vett a csalásban, részt kell vegyen egy életre-halára zajló játékban. Ha leszámítjuk a kanonon leginkább kívüleső előző két részt, egészen 2010-ig kell visszamennünk a záró darabnak szánt fűrész 3D-ig, mely egy viszonylag egységes story komplexum befejezése volt. Felvetődik a kérdés, hogy időrendben hova lehet tenni a tizedik filmet, ami annak fényében pláne érdekes, hogy a széria előszeretettel használ flashbackeket és ugrál össze-vissza az idővonalon. Ahogy a kettő csinálók alapján sejteni lehetett, az első és a második felvonás köztörténő eseményeknek vagyunk tanúi. Mondanom sem kell, aki most ismerkedik Kramer történetével, könnyen azon kaphatja magát, hogy semmit nem ért a mi értekből, ám nem kell olyan drasztikus, már-már már epizódikus cselekményvezetésre gondolni, mint ami a negyedik, ötödik vagy hatodik alkotásnál volt akadnak visszatérő figurák, de a központi szereplő egyértelműen Kramer. Ahogy említettem, Greitert rendezett már a franchise-ban, többek közt a fűrész hatot, melynél egy sokkal személyesebb motivációt írtak Jigsawnak. Jelen esetben is ez a helyzet, sőt kicsit megcsavarják az alapfelállást, ami miatt egy kettőség alakult ki bennem. Egy slasherben, trancsír horrorban azt várja a néző, hogy olyan a gyilkos és tegye a dolgát. A Fűrész moziknak is megvan ez az oldala, a kreatív és brutális halálcsapdákkal. Az áldozatok többnyire mindig kétes figurák, akik túlélve a játékot, ezentúl jobban megbecsülik az életet. Ebben a pokoljárásban nem így történik olyannyira, hogy Krémör válik a pozitív karakterré, az azonosulható félé. Lehet érdekesnek tartani a módszereit, kedvelni a karaktert, de a mosdatás azért más tészta. Szintén előszeretettel érvelnek amellett, hogy ő közvetlenül nem öl meg senkit, de ne legyünk naivak. Jigsaw kegyetlen figura, nem önbíráskodó igazságosztó. Ahogy a tizedik rész kezeli, mégis kicsit ez utóbbira hajaz, mely morálisan erősen kikezdhető. A korábban felhozott kettősség pedig a komplet művet körbelengi. A felvezetés kifejezetten hosszú, a játék kezdetéig majd egy órát kell várni, és ha a karakterközpontú expozíció működik, mégis kicsit túlnyújtottnak érződik. A csapdák véres erőteljesek, felfel -fel lehet sziszenni, némelyik próbához kell is gyomorrendesen, rendesen, de a szíria veteránjait talán nem izzasztja meg. Fokozatosan pörögnek fel a dolgok, igyekeznek kedvezni a rajongóknak, amihol ügyesen lovagolja meg a nosztalgiát, míg máskor légből kapottnak hat. Nincs fűrész csavarok nélkül, és előzetesen számos rajongói teória látott napvilágot. Örültem, hogy az írók nem akartak valami hasonlóan extrém őrületet beleerőltetni, csak a sok faktor növelése érdekében, ugyanakkor a megoldás kisé csalódást keltően kiszámítható. Nem vitatom, hogy nehéz megtalálni az arany középutat és valami újat kitalálni kilenc film után, de nagy revelációkra ezúttal kár számítani. A fűrész X vagy 10, ahogy tetszik, szépen termel a kasszáknál és a visszajelzések is jók róla, ami abszolút érthető. A közönség, a rajongók ki volt, akihez egy decens Jigsaw játékra, melyet nagyjából a 2009-es hatodik rész óta nem láthattak. A rendező művében megvan a nosztalgia, de képes más megvilágításba helyezni a karaktereket, a sztori működik, még ha a morális kérdések visszásá is teszik az összképet. A végeredmény egyáltalán nem rossz, viszont erősen hullámzó. Helyenként, főleg az utolsó harmadban nagyon bugyuta, illogikus események, döntések váltják egymást, míg máskor tökéletesen idézi meg a franchise atmoszféráját, és élmény elmerülni ebben a bizarró brutális játékban. Más kérdés, hogy hova tovább, mert bármeddig lehetne folytatni ezt a sorozatot, és a skeptikusságom korán sem múlt el, ám hosszú idő után végre ismét mutatott némi életjelet a fűrész széria. Aki szereti ezt a franchise-t, és egészen idáig kitartott mellette, netán szerette is az eddigi filmeket, az mindenképp tegyen vele egy próbát, aki még csak most ismerkedik vele, azt szerintem kerülje, mert semmit nem fog érteni belőle, ezt leszámítva nálam a 10 film közül kb. Így a középmezőnybe esik a fűrész 10. Úgyhogy én adok rá 60%-ot. Ennyi lettem volna, ha tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel. Ha gondolod, keresd Facebookon vagy Twitteren, a linkeket megtod a leírásban, azt a legközelebb találkozunk. Csácsz!